Nem házat, csak sátrakat építettek a Jobbik képviselői tegnap este a Sándor palotánál. Neked a palota jár, nekünk maradt a sátor. Lakhatunk nálad? Ezt kérdezték a köztársasági elnöktől. Az akcióval azt szerették volna elérni, hogy az államfő ne írja alá a tegnap a benyújtása után alig egy nappal elfogadott törvényt, amely fideszes javaslatra megszüntette a lakástakarékok 30%-os állami támogatását. Tudjuk nagyon jól, hogy az alaptörvényünk lehetőséget ad arra, hogy ő ne írja alá azt a törvényt, amivel nem ért egyet, és mi bízunk benne, hogy meghallgatja azoknak a millióknak a szavát, amit mi most szeretnünk tolmácsolni felé. Hiába sátraztak az elnöki palota előtt, Áder János elfogadása után azonnal aláírta a törvényt, nem élt az 5 napos gondolkodási idővel, estére pedig a magyar közlönyben ki is hirdették az új törvényt. Nem volt hiába való tegnap a sorbanállás a lakástakarék szerződéseket kínáló pénzintézetek ügyfélszolgálatain. Ma 0 órától már nem lehet új állami támogatású szerződést kötni. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint azért kellett sietni a törvény elfogadásával, mert különben még többen éltek volna a lehetőséggel, ami a kormány szerint valójában csak a bankok hasznát növeli. Ha bármilyen más eszközzel tettük volna ezt, akkor miután visszameges hatálya törvényt hozni a jogalkotási törvény szerint nem lehet, akkor még többen kötöttek van az utolsó pillanatban szerződést. A bankszövetség szerint viszont jól működött a lakástakarék pénztárak rendszere. A szakmai szervezet szerint a lakástakarékok érdemben járultak hozzá az új lakásépítési piac fellendítéséhez, és az évi 70 milliárd forintos állami támogatást jóval meghaladó bevételt termeltek a költségvetésnek. A bankszövetség ezért arra kéri a kormányt, hogy a piaci szereplőkkel egyeztetve dolgozzon ki egy új, államilag támogatott konstrukciót. Gulyás Gergely azt mondta, szívesen tárgyalnak a bankszövetséggel. A Lakástakarék Pénztárak Egyesülete mai közleményében azt írta, tudomásul veszik, hogy a kormányzata a jelenlegi lakhatási támogatási rendszer átalakításán dolgozik.